A múzeumok éjszakája beharangozójaként emlegetik a Kállai gyűjtemény pénteken nyílt időszaki kiállítását. A három különböző téma sok érdekességet és könnyed szórakozást kínál a fiatalabb generációknak is. Kedvet kell tudni csinálni egy múzeumba való belépéshez, ahol a történelem azért igen fajsúlyosan jelen van, mint itt a Kállai gyűjteményben. Kellenek azok a finomságok, amelyek felkeltik az érdeklődést, eljönnek és megnézhetnek tényleg három típusú olyan játék kiállítást, amely most már elsősorban szerintem inkább a gyűjtőknek a hatáskörébe tartozik. Az egyik ilyen a megyei főügyész magángyűjteménye, amelynek darabjait évtizedek alatt gyűjtötte össze. 12 évesen lett a Star Wars rajongója, amikor először látta moziban a filmet. A szerelem és a gyűjtés pedig azóta is töretlen. Nosztalgiával tölt el nyilván, hát ez az én gyerekkorom, én ezen nőttem föl a 80-as évek közepétől, és én azt gondolom, hogy ha az ember meg tudja őrizni a gyermeki énjét, és előjön belőle a játszó ember, akkor a mindennapok taposó malmából egy kicsit ki tud szakadni, és egy kis örömet és boldogságot tud magának szerezni ezzel. A fiúk másik nagy kedvence a Dragon Ball. Ezt az anime sorozatot is jól ismeri szinte mindenki Magyarországon. A Kállai gyűjtemény másik sarkában ennek ikonikus figurái és jelenetei láthatóak. A múzeum dolgozója alig 5 év alatt vásárolta össze a több mint 150 darabból álló gyűjteményt. Egy kicsit pénztárcába nyúlós, ezért is osztottam be, egy hónapban egy, nagyon néha kettő is becsúszott, de ezeknek a figuráknak a gyűjtői körbe az eszmei értéke folyamatosan nő. Tehát volt, hogy egy figurára kiadtam X összeget, és jelenleg annyira ritka lett, hogy már a tripláját tudnám továbbadni. A harmadik nagy blokk, amit idősek és fiatalok egyaránt érdeklődve néznek, a 100 évvel ezelőtti polgári családok gyermekeinek játékait mutatja be. Ezek a régi babák, makettek és építő kockák a kézügyességet és a kreativitást is fejlesztették, de a lelki egyensúlyt is biztosították. És használták is ezeket a gyerekek. Eleve nagyon sok játék már használat közben tönkrement, ahogy a mai gyerekek játéka is, ebben nem volt sok különbség, végig ez az itteni játékokon is látszódik, hogy azért kicsit kopottak, kicsit le van törve a sarkuk az építőköveknek, és a képeskönyveknek is a gerince már egy kicsit kopott. A játék kiállításra múzeumpedagógiai foglalkozások is épülnek. A téma ráadásul aktuális, hisz a gyerekek talán már fél lábbal a nyári szünetben vannak. Bár az életnagyságú rohamosztagos figura és annak sisakja sok gyerkőc figyelmét leköti, a foglalkozások nem elsősorban erre épülnek. Itt elsősorban a kecskeméti anyag az, amely inkább megmozgatja a fantáziát, hisz századelői, illetve századfordulós játékokkal is lehet találkozni. És azért is érdekes, mert szerintem minden korosztály meg fogja találni, hisz az idősek is lesz olyan játék, amit felfedeznek, hogy ezzel a fajátékkal még játszottak. A kicsiknek, gyerekeknek, fiatalabbaknak pedig azért lesz élmény, mert ilyet még nem láttak, de mellette itt az újkori játék, illetve különböző rajzfilm, illetve bábfigurák, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni ez az időszaki. A különböző korszakokat és az azok közötti éles különbséget is jól mutatja a kiállítás, amelyet még a múzeumok éjszakáján június 24-én is megtekinthetnek az érdeklődők.